Nagyon gyorsan megtörténik a baj, tulajdonképpen elég hozzá egyetlen óvatlan pillanat. Karácsonykor ez fokozottan igaz, elég egy égve felejtett gyertya vagy egy rosszul megválasztott izzó sor. Hogy ilyenkor mi történhet, azt az orosházi tűzoltók mutatják meg. Valahogy így néz ki egy szoba, ami éppen a lángok martaléka lett, de most egy konténert láttok, régi bútorokkal, ócska tévével és egy kis karácsonyfával. Tökéletes arra, hogy a tűzoltók megmutassák, milyen könnyen válhat rossz emlékké a karácsony. A bemutató során a bajt egy csillagszóró okozta. A fenyőfa nagyon hamar kiszárad, egy nem megfelelően használt csillagszóró vagy gyertya nagyon könnyen lángra gyújthatja a fenyőt és a fenyő környezetében lévő száraz berendezési tárgyakat. Ha a tűzöt, kihívjuk a tűzoltókat és próbáljunk oltani, mert néhány perc múlva már az egész szoba lángolhat. Ha menekülni kell, akkor azt a padlóhoz közel, guggolva, kúszva tegyük a füst határ alatt maradva. Fontos, hogy gyorsan és higgadtan cselekedjünk. A konténer tüzet végül eloltották a tűzoltók, úgy dolgoztak, ahogyan éles helyzetben is tennék. A helyiség felső légterében felhalmozódott hűt visszahűtötték, majd a lángokkal és a takarásban lévő izzótárgyakkal bántak el. Gyorsan terjedt a tűz a berendezett helyiségben, majd az összes berendezési tárgy meggyulladt, nagyon jól látszott, hogy milyen füsttel, milyen hatásokkal jár egy ilyen tűz, és hogy ez milyen nagy veszélyt jelent az ott lakókra és a környezetében élőkre. Jó, ha van otthon tűzoltó készülék, de nem árt, ha használni is tudjuk. Jó néhány orosházi gyerek próbálhatta ki a piac téren, hogyan is működik egy ilyen készülék. A tűzoltók megmutatták azt is, hogy mi történik, ha elfelejtjük elzárni a gázt az olajjal teli serpenyő alatt. A felhevült olaj lángra kap, és nem mindegy, hogy ilyenkor mit csinálunk. A legegyszerűbben, leggyorsabban, hogyha egy fedőt helyezünk az edényre, akkor lehet eloltani a leggyorsabb módon. Ez a legbiztonságosabb, ugyanis ilyenkor a fedő pontosan passzol az edény tetejére, és a környezetében lévő oxigén nem engedi a tűzhöz, ezért az önmagától el fog aludni, és ilyenkor csak meg kell várni, hogy visszahűljön a folyadék. Amit semmi esetre se tegyünk, vízzel oltani a lángoló olajat, megmutatjuk miért. Igazán tragikus lenne, hogyha ez a mi nappalink lenne. Szerencsére nem így van, csak egy szemléltető konténer, de ha nem szeretnétek a tűzoltókkal karácsonyozni, akkor figyeljetek oda a gyertyákra és a karácsonyfa izzókra.